megemlékezés, a holokauszt roma áldozatairól emlékeztek meg Nyíregyházán. Elindult a tankönyv kiszállítás. 282 iskola közel 66 ezer diákja kapja meg tankönyveit a megyében a tanévkezdésig. Csodaeszközök a Csodavárban. A fejlesztőközpont 200 ezer forintos támogatásból szerezhetett be új eszközöket. A Porrajmosz, vagyis a roma holokauszt áldozataira emlékeztek péntek délután Nyíregyházán az északi temetőben. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Augusztus 2-a világszerte emléknap már 1972 óta. Bestések szerint Auschwitzban összesen 23 ezer roma vesztette életét, egész Európában pedig körülbelül 500 ezeret gyilkoltak meg. Rájuk emlékezve tartottak ünnepi megemlékezéssel egybekötött koszorúzást. A roma himnusz meghallgatásával kezdődött a roma holokauszt áldozatainak megemlékezése. A Cigányvilág Szövetség kongresszusának határozata alapján augusztus 2-a a Porrajmosz világnapja. 1944-ben ugyanis ezen az éjjelen több százezer román gyilkoltak meg az auschwitzi koncentrációs táborban. A zsidó holokauszt árnyékában a cigányok körében végrehajtott etnikai tisztogatás sokáig ismeretlen maradt a közvélemény előtt, és nem is kaptak a zsidókéval összemérhető kárpótlást az atrocitások után. Az egyenjogúságuk és társadalmi felzárkózásuk ma sem megfelelő mértékű, bár jó irányba halad. Most ott tartunk, hogy például a fejlődés útján ráléptünk az alsó fokra, és csak a létrán végig kell mennünk, hogy tudjunk tovább menni. Hát ezek a lépcsőfokok lényegében az, hogy a fejlődés útján, a pályázatok útján, munkaerőtereti programok miatt tudunk fejlődni, tudunk tovább lépni. Ez a tendencia nem csak országos szinten igaz, bár Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében még mindig hatványozottan nehéz a romák helyzete. A megemlékezés ezért nem csak nekik fontos, hanem a magyarságnak is. Számomra üdvözlöm, hogy nagyon fontos ez a mai nap, hisz az egész országban minden civil és önkormányzati szervezet megtartja ezt a megtiszteltetést az elesett, illetve meggyilkolt, meghurcolt cigányaink, gyerekek, felnőttek, nem kimérve, szó szerint meggyilkolták, talán a származásuk miatt is. A brutális események 46. évfordulójának alkalmából a nyíregyházi északi temetőben is koszorúzással egybekötött megemlékezést tartottak. 282 iskola közel 66 ezer diákja kapja meg tankönyveit a megyében a tanévkezdésig. Szerdán indult el a 2018-19-es tanév tankönyveinek kiszállítása az iskolákba. A kormány idén is támogatja a diákokat és családjaikat. Összesen több mint 1 millió diák ingyenesen kapja meg a tankönyveit. Az iskolákban nagyrészt augusztus vége felé kezdik osztani majd a 2018-2019-es tanév tankönyveit. A könyvek kiszállítása azonban már a héten elkezdődött. Az állami tankönyvellátásnak köszönhetően, évfolyamtól függően a családok 10-12 ezer forintot spórolhatnak meg diákonként, a jövő évi költségvetésben pedig az ingyenes tankönyvellátásra 11 milliárd forint szerepel. Az állami tankönyvfejlesztés révén egy magasabb minőség és a családok számára sokkal kevesebb anyagi megterhelést jelentő tankönyvellátási rendszert hoztunk létre, amely precízen működik. Már nem a piaci profit maximalizási érdek és az egyre növekvő költségek jellemzik a tankönyveket, hanem az, hogy már 1 millió diák ingyenesen kapja meg a tankönyvcsomagát. Első osztálytól 9. osztályig mindenki ingyenesen kapja meg a tankönyvcsomagokat. Ráadásul ezek a legmodernebb pedagógiai módszerekkel fejlesztett, látványos, tényleg mindenki számára sokkal jobban élvezhető tankönyveket jelentenek. Az iskolák március 15-én kezdték összeállítani a tankönyvrendeléseket, majd áprilisban a kelló könyvtárellátó Kft. Összeállította az első rendeléseket a nyomdai konzorciumnak, amelyet az Alföldi Nyomda vezet. Országosan az iskolák nagyságrendileg 12,5 millió darab tankönyvet rendeltek, amelynek körülbelül több mint 68%-a állami tankönyv. Ennek megfelelően állami tankönyvből körülbelül 10 millió darabot gyártottunk, illetve magánkiadók gyártották le a többi általuk kiadott tankönyveket. Tehát összességében nagyságrendileg 12,5 milliónál több tankönyvet gyártottunk. A legyártott tankönyvek kiszállítása a megyébe is megkezdődött.
országos számokon belül Szabolcs-Szatmár-Bereg megye súlya elég nagy. Ebben a megyében több mint 800 ezer könyvet szállítunk ki, konkrétan 800.354 darab tankönyvet, 65.891 diáknak, és az iskolák, akik rendeltek tőlünk Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből, száma pedig 282. Tehát 282 szállítási pontra kerül ez a közel 66 ezer könyv. A pótrendeléseket augusztus 20-a után fogadja a kiálló szeptember 15-ig, ezek kiszállítása szeptember utolsó hetétől kezdődik. Azoknak a 10, 11 és 12. évfolyamos diákoknak, akiknek fizetniük kell a tankönyvekért, a fizetési határidő szeptember 15-e, vagy a készhezvételtől számított 15 nap. Fejlesztő eszközökkel gazdagodott a Nyíregyházi Csodavár, a Rejtett Kincsek Down Egyesület fenntartásában működő fejlesztőközpont, a Michelin Hungária Kft. 200 ezer forintos támogatásának köszönhetően tudott új eszközöket beszerezni, amelyet a csodatáborok utolsó turnusát töltő gyermekek vehetnek birtokba elsőként. Az új játékokat próbálgatják a gyerekek a Csodavárban. A Nyíregyházi Fejlesztő Központ a Michelin Hungária Kft. Támogatásának köszönhetően szerzett be új eszközöket, melyek az átlagos és az eltérő fejlődésű gyermekek fejlesztését egyaránt szolgálják. Elsősorban a korai fejlesztésben használatos eszközöket szereztünk most be, hiszen az elmúlt 7 évben egyrésztről kopott az eszközparkunk, másrésztről pedig fejlődött új technológiák jöttek be, úgyhogy különböző területeket fejlesztő, de általában azért a különböző tapintás, szaglás, hallás, látás, soron keresztüli ingerek keltésével fejlesztő eszközök lesznek, nagy mozgás, kis mozgás, szóval azon egész színes az a paletta, amit fejleszteni fog a most érkezett eszközök. A fejlesztő eszközök beszerzését a nyíregyházi multinacionális cég 200 ezer forinttal támogatta. Hosszú távon képzők jövőnket Nyíregyházán, és azt gondolom, hogy akkor lehetünk mi, mint egy ipari vállalkozás sikeres egy városban, hogyha a város, a közösség maga sikeres. És ezért gondoljuk azt, hogy amit meg tudunk tenni ennek érdekében, azt mindent meg kell tennünk, támogatnunk azokat a szervezeteket, akinek leginkább szüksége van. Miért pont a Csodavár? Azért a Csodavár, mert évek óta vagyunk kapcsolatban velük, ismerjük a munkájukat, látjuk azt, hogy milyen munkát végeznek, látjuk azt, hogy mekkora energiát és pénzt igényel ez a típusú fejlesztő munka, és így gondoltuk azt, hogy nagyon jó helyre kerül az a pénz, amit erre szánunk, hogyha a Csodavárnak adjuk. Az átlagostól eltérő fejlődésű gyermekek korai fejlesztését szolgáló Csodavár modell Nyíregyházáról indult 7 évvel ezelőtt, ma már azonban országosan ismert programmá vált. 2011-ben nyitottunk ugye ezzel a modellel, hál' Istennek többen úgy gondolják, hogy ez a modell ez egy mintaértékű, úgyhogy most már az ország több területén részben vagy egészben azért felelhetők hasonló intézmények, mint a Csodavár. Mi nyitottunk Budapesten 2018 márciusában egy kis testvért, valamint itt a megyében próbáljuk elősegíteni itt a prevenciót és a szűrést, ezért egy tanácsadó pontot állítottunk fel Máté Szalkán, most már lassan 3 éve viszünk, ahol a gyerekházakkal, a védőnői hálózattal, házi gyermekorvosi hálózattal együttműködve próbáljuk minél előbb korosztályba kiszűrni azokat a gyerekeket, akiknél valamilyen rizikót találunk a fejlődésükben. A Nyíregyházi Csodavár 7 éves fennállása óta több mint 1000 családnak segített, mint egy 22.000 foglalkozással. Vakok, gyengénlátók és diszlexiások is térítésmentesen igényelhetnek képernyőolvasó és nagyító szoftvereket. Az állam által biztosított ingyenes szoftverek már elérhetőek, és országosan több mint 300 ezer ember hétköznapjait könnyíthetik meg. Ezzel a lehetőséggel akár 500 000 forintot is megspórolhatnak az érintettek. Két nagyító és egy képernyőolvasó szoftver segíti térítésmentesen a vakok, gyengénlátók, diszlexiások és mindazok hétköznapjait, akik olvasási nehézségekkel küzdenek. A szoftverek segítenek a tájékozódásban és az ügyintézésben is, amennyiben a honlap akadálymentesített. Ma már jogszabályok írják elő a webfejlesztőknek, hogy milyen követelményeknek kell megfelelni egy weboldalnak, azonban ez még gyerekcipőben jár. Ezért fontos, hogy a fejlesztéssel párhuzamosan a segédeszközök is fejlődjenek. A megyében azt nem tudom meghatározni, mert a megyében körülbelül 1000 látássérült van, de nem mindenki használ képernyőolvasó szoftvert, és nem mindenki ezt a fajta képernyőolvasó szoftvert használja. Országosan pedig több mint 300 ezer emberre datálták ezt a létszámot. Azért mondtam, hogy nem csak látássérültek, hanem olvasási nehézséggel és diszlexiával küzdők is igényelhetik, mert hogyha a statisztikai adatokat nézzük, akkor hazánkban ma 80 ezer látássérültről beszélünk.
Az akadálymentes.magyarország.hu oldalon található űrlap kitöltésével igényelhető a szoftver minden Magyarországon élő érintett számára. Az aktiváláshoz egy élő e-mail címre van szükség, erre kapják meg a hitelesítő kódot. Az aktiválás követően el kell végezni a szükséges konfigurációs beállításokat, és már használható is a szoftver. A képernyőolvasó szoftver a képernyőn megjelenő információt olvassa föl, legyen ez egy webes felületen, már ez a felület akadálymentes, de amiben a legnagyobb segítséget jelenti a látássérülteknek, ez a szabadidő hasznos eltöltése, a munkavégzés és a művelődés, hiszen már hála Istennek rengeteg olyan könyv kapható Magyarországon, vagy megtalálható valamilyen formában, vagy digitalizált változatban, amit könnyen fel tudnak olvastatni. A nagyító szoftver az pedig a képernyőkön megjelenő információkat nagyítja föl, és ezekben is van beszédhang, de ezt inkább csak az aliglátóknak és a gyengénlátóknak szoktuk javasolni. Az állam 38,5 millió forintot fordít az ország licensz programra. Ennek keretein belül 2018. július 24-e és 2019. július vége között ingyenesen használhatóak a szoftverek. Évente közel 100-an halnak meg kerékpáros balesetben. A nyári időszakban kiemelt kockázatot jelent az utakon a kerékpárosok jelenléte, de nem csak a járművezetők tehetnek a balesetek megelőzése érdekében, hanem a kerékpárosok is a kötelező KRESZ szabályok ismeretével és betartásával. A kerékpárosok védelme érdekében másfél méter címmel kampány is indult, amely elsősorban a biztonságos oldaltávolság megtartására kívánja felhívni a figyelmet. Ezek a kerékpárosok számára a KRESZ által előírt és javasolt tartozékok. A közlekedésben résztvevők közül, a gyalogosok és motorosok mellett a kerékpárosok vannak a legveszélyeztetettebb helyzetben, nyáron pedig egyre többen választják munkába járáshoz, bevásárláshoz ezt a közlekedési és sporteszközt. De nem csak tartozékokat, hanem kötelező szabályokat is előír a KRESZ a kerékpárral közlekedők számára. Ilyen például az, hogy a kerékpárral a gyalogátkelő helyen nem fennülve, ha csak nincs kerékpáros átvezetés, akkor nem fennülve hajtok át a kerékpárral, hanem leszállok és áttolom a kerékpárt. Tisztában kell lenni a kanyarodási szabályokkal, mondjuk egy főútvonalról balra bekanyarodás esetén, vagy egy kerékpáros sávból balra bekanyarodás esetén vannak helyzetek, amikor tilos, le kell szállni, át kell tolni a kerékpárt. Mindenképpen tisztában kell lenni azzal, hogy a láthatóságra különösen ügyelni kell, ilyen a láthatósági mellény, vagy jó láthatósági mellény viselése, valamint világító és fényvisszavaró eszközök használata. Szikszai Tihamér kiemelte, nem csak a kötelező szabályokkal tehetünk a balesetek megelőzése ellen, hanem számos plusz megoldással is. Így például lakott területen belül is viselhetjük a láthatósági mellényt rossz látási viszonyok között, de a sisak viselése is javasolt. Jelen jogszabályok szerint nem kötelez a kerékpáros sisak használata. Ez is egy plusz a biztonságunk érdekében, hiszen nem mindegy, hogy borulás követően a kerékpárról lepattan egy kis festék és személyisérülés nem történik, vagy pedig személyisérülés következett be. Gyerekek részéről mindenképpen ajánlott a kerékpáros védőeszközök, nem csak a sisak, hanem a könyök térdvédő használata. Van egy különleges rész a KRESZ-ben, hogyha a kerékpáros fejvédő sisakot visel lakott területen kívül, utas nem szállít, akkor, bár kevesen tudják, akár 50 km/h sebességgel is haladhat, szemben mondjuk egy segédmotor kerékpár maximált 40 km/h. Évente csaknem 100-an halnak meg biciklis balesetben. Ezek nagy része elsodrásos kerékpáros baleset, amikor az előző gépjármű nem tartja meg a megfelelő oldaltávolságot. Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős kormánybiztos éppen ezért másfél méter címmel kampányt indított a kerékpárosok védelme érdekében. A program célja felhívni az autósok figyelmét arra, hogy a kerékpárosok előzésekor a biztonságos oldaltávolság lakott területen kívül másfél, lakott területen belül egy méter. A KRESZ-t a jövő évben szeretné úgy módosítatni a kormánybiztos, hogy abban már benne legyen a másfél méteres előzési távolság. Fazekas Csaba az U20-as férfi kosárlabda válogatott mind a 8 mérkőzésén pályára lépett a szófiai B csoport Európa bajnokságon. A Nyíregyháza Blue Sharks játékosa átlagban 18 percet töltött a parketten, és meccsenként 8 ponttal segítette csapatát. A magyarok 4 győzelemmel és 4 vereséggel a 10. helyen zárták a tornát.
Minimális célként a legjobb 8 közékerülés kitűzve vágott neki a szófiai U20-as B-csoportos Európa-bajnokságnak a magyar válogatott. A Pór Péter által irányított a nyíregyházi Fazekas Csabát is soraiban tudó együttes első három meccsén a csehek, a hollandok és az oroszok ellen is vereséget szenvedett. A folytatásban 4 győzelem következett Örményország, Macedónia, Luxemburg és Grúzia ellen. Az utolsó mérkőzésen Portugáliától elszenvedett 67-60-as vereség viszont azt jelentette, hogy a magyarok a 10. helyen fejezték be a kontinens viadalt. Csalódott voltam én is, mint a csapattársaim. Ugye nem ez volt a kijelölt cél, szerettünk volna legjobb nyolcba bejutni. Sajnos az első mérkőzést a csehek ellen csúnyán elrontottuk. A későbbiekben pedig már csak az segíthetett volna, hogyha a körbeverésbe mi jövünk ki jobban. Így 9-16. Helyért folytathattuk a csatát. Szerintem ez a 10. hely nem olyan rossz, lehettünk volna jobbak is, de nagyon foghias volt a keretünk. Ugye sokak küzdöttek sérüléssel, valaki pedig külföldről nem tudott hazajönni. Hát én örültem, hogy ott lehettem ebbe a keretbe egy évvel fiatalabbként, és ugye kezdő is voltam, aminek szintén nagyon örültem. Lehet, hogy teljesíthettem volna jobban is, ha többet játszom, de nekem ez szerintem jó tanuló pénz volt ez az EB. Az Európa-bajnokságot az a lengyel válogatott nyerte, amelyet a magyarok magabiztosan győztek le a felkészülési időszakban. Nagyon nehéz felkészülni egy ilyen EB-re, mert ugye a barátságos mérkőzéseken sokat hibázhatunk, tehát ott ki lehet javítani a hibáinkat, de itt az EB már azt fog dönteni, aki azon a meccsen az dönt, hogy mennyire koncentrált a csapat. Szóval nekünk ez annyira most nem jött össze, de én bízom benne, hogy a későbbiekben jövőre esetleg az úszas válogatott jobb helyezést fog majd elérni. Addig azonban még vár egy szezon a fiatal játékosra a Nyíregyháza Blue Sharks csapatában, amelyhez hétfőn csatlakozik Fazekas Csaba. Az 5 év szuperligás szereplés követő búcsú után az NB1-re készülnek a nyíregyházi tekézők. A játékos keretben lesznek változások. A cél az azonnali visszajutás a legmagasabb osztályba. Az NTK a hagyományos szlovákiai Száris kupán tartja majd a bajnoki főpróbát. A legmagasabb osztályból kieső csapatok előtt két út áll, vagy megpróbálnak azonnal visszajutni, vagy berendezkednek a tartós másodvonalbeli szereplésre. A Szuperligától fél évtized után búcsúzó NTK az előbbit választotta. Bár az elmúlt években az állandóság jellemezte a csapatot, nyáron jelentős változások történtek a játékos keretben. Szegő Levente valószínűleg visszamegy Debrecenbe, vagy még nem tudja, lehet, hogy Budapesten folytatja a szereplését. Azonban nagyon fontos dolog, hogy a Péter Sándor hazajön németországi munkájából, és újra hazai színekbe végre a nyíregyházáját guríthat majd, ami mindenképpen nem csak csapat összekovácsoló szempontból, de eredményében is bízunk benne, hogy jó tesz majd a csapatnak. Két új játékosunk is érkezett, akik még eddig nem játszottak Nyíregyházán, Hajdunánásról a Szojka Miki, illetve Hajdudorogról a Szilágyi Sándor, akik korábban alacsonyabb osztályban játszottak, úgyhogy mindenképpen a csapathoz igazolnak. Még egy tehetséges serdülőkorú játékos is Nyíregyházára látogat, majd nyíregyházi színekben fog versenyezni, és folyamatban van egy nagyon nagy nevű szegedi játékos, nevén szólítva Fehér Béla, aki volt országos bajnokként, szeretne a nyíregyházi csapattal visszajutni a Szuperligába. A nyíregyházi Teke Klub az NB1 keleti csoportjába kapott besorolást a Szuperligától szintén búcsúzó BKV előre társaságában. Az NTK egy hét csúszással kezdi majd a szezont. Szeptember 1-én, már is 2-án indul a Szuperliga NB1, NB2, NB3 mezőnye Magyarországon. Azonban mi biztosan csúsztatni fogjuk az első bajnoki fellépésünket, ugyanis Szlovákiában a Nagysáros csapatánál fogunk majd részt venni a szokásos Száris kupán. Így mindenképpen nemzetközi szereplés miatt csúsztatnunk kell majd a rajtunkat. Míg jelenleg a sorsolás nem tudható, ugyanis a mai nappal lesz a nevezési határidő lezáródva a Magyar Tekeszövetségben, és ennek tükrében próbálunk majd egy szornokkal, vagy egy Mátonyterenyével oda-vissza alapon barátságos mérkőzést vívni, illetve augusztus végén Egerbe, az Agria kupára látogatunk két négyfős csapattal, mert Eger az mindenképpen egy fontos állomása lehet majd az NB1-es szereplésünkbe, és az egy nagyon fontos két pont lehetne, hogyha a nyíregyházi csapatot eredményesen szerepel.
Finta Zoltán elmondta még, hogy idén is megrendezik a hagyományos Kárpát-kupát, amelyre a korábban megszokottnál későbbi időpontban, decemberben várják majd a határon túlról érkező csapatokat. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer, röviden. 1972 óta a Cigányvilágszövetség párizsi kongresszusának határozata alapján augusztus 2-a a Porrajmosz, vagyis a roma holokauszt áldozatainak világnapja. Az Auschwitzban megölt romákra is valamennyi cigány áldozatra emlékezünk ezen a napon. A körülbelül 500 ezer odaveszett roma tiszteletére Nyíregyházán is koszorúzással egybekötött megemlékezést tartottak az északi temetőben. 282 iskola közel 66 ezer diákja kapja meg tankönyveit a megyében a tanévkezdésig. Szerdán indult el a 2018-19-es tanév tankönyveinek kiszállítása az iskolákba. A kormány idén is támogatja a diákokat és családjaikat. Összesen több mint 1 millió diák ingyenesen kapja meg tankönyveit. Fejlesztő eszközökkel gazdagodott a Nyíregyházi Csodavár. A Rejtett Kincsek Down Egyesület fenntartásában működő fejlesztő központ a Michelin Hungária Kft. 200 ezer forintos támogatásának köszönhetően tudott új eszközöket beszerezni, melyet a csodatáborok utolsó turnusát töltő gyermekek vettek birtokukba elsőként. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták augusztus 3-án pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este várjuk majd önöket, hétvégén pedig heti hírösszefoglalónkat, a krónikát láthatják. Tudósításainkat internetes oldalunkon is elérik. Én köszönöm figyelmüket, szép estét, jó hétvégét, viszontlátásra! Holnap napos időre számíthatunk. Fokozatosan szárazabb, stabilabb levegő áramlik a Kárpát-medence térsége fölé, ezzel együtt főként anticiklonális hatások dominálnak majd. Az éjjeli órákban többnyire derült lesz az ég, csapadék már nem valószínű. Az északkeleti szél helyenként megélénkül, reggelre általában 17 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben többnyire derűs, napos idő várható. Csapadék nem lesz, a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 32 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. A folytatásban a gomoly felhők mellett sok napsütés várható, elszórtan kialakulhat zápor, zivatar. A hét közepétől viszont alig zavarják majd felhők a napsütést és csapadék sem valószínű. A jövő hét végére egy hideg front érkezése vethet véget a kánikulának.